És hát mivel lehetne jobban megnyitni, mint egy jó kis beszélgetéssel, hiszen a könyvtár a jó beszélgetéseknek is a helye, meg a tudási, meg a tudományi, szóval itt lesz azért ilyesmikről szó. Ugye az aktualitás az nyilván mindenki számára egyértelmű, hogy egy igen jó filmet sikerült készíteni az egyik legjobb rendezőnek, Oppenheimerről, és hát ezen fölbuzdulva jött a gondolat, hogy erről még sokkal többet lehetne beszélni, meg hát ugye a film is nyilván a címéből eredően, tehát alapvetően a Oppenheimerre fókuszál a film, és egy picit ugye csak az ő árnyékában, hódudvarában jelenik meg egy-két magyar tudós, hát gyakorlatilag igazából Tellerre, de valamennyire még megjelenik, ugye Szilárd Leó egy-két pillanatra azt hiszem, de hát Wigner Jenő és Neumann János, stb. Tehát egyáltalán nincsenek is benne. Holott azért érdemes róluk is megemlékezni, és hát főleg annak fényében, hogy ők mondják is ugye egyrészt, hogy maslakók voltak, hiszen hát az a különleges nyelv, amin beszéltek, az senki nem értette, másrészt pedig hát mégiscsak a 20. század legnagyobb vívmányainak a vívmányait hozták el. Most okvetlen nem az atombombára gondolok, de hát mégiscsak az ezzel járó összes társadalmi változás. És hát még egy apró személyes dolgot engedjenek meg. Nem szép dolog, tudom, hogy ide hívni ennyi embert, és utána a személyes dolgokról beszélni. De számomra Tellere, de személyisége az egész életemben nagyon foglalkoztatott, mert gyerekként hallottam róla, hogy van egy ilyen nagyon világhírű magyar tudós, és aztán megtudtam, hogy ő azért világhírű, mert ő feltalálta a hidrogénbombát, és ez nekem nagyon nem volt szimpatikus, hogy hát azért egy tudós, aki ezért tisztel a világ, mert egy pusztító eszközt talált fel. Aztán a 90-es években, mikor néhányszor azt hiszem Magyarország látogatott, és egy, hát olyan fura volt látni, egy megtört embert láttam a tévében, és az már akkor elgondolkodtatott. És még jobban elgondolkodtatott, volt egy film egyébként, a filme visszatérve az előzménye is mondhatni ennek a filmnek. A BBC csinált egy azt hiszem 6 vagy 7 részes, szintén Oppenheimer című sorozatot, esetleg ha valaki még emlékszik erre, fel lehet idézni, hiszen nagyon sok a párhuzam a sorozat és a film között, ami meg megint csak új megvilágításba helyezte mindezt, és azt a nagy kérdést azt mai napig bennem nyitva hagyta, és remélem, hogy itt most találunk esetleg erre választ, hogy a végül humanistává váló Oppenheimernek volt vajon igaza, vagy a mindvégig technokratának maradó és a fegyverek elrettentő erejében végsőkig hívő Telleredének. És ez főleg az orosz-ukrán háború fényében azt gondolom, hogy ez a kérdés megint csak napirenden van. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeket, akik elfogadták a meghívást a beszélgetésre. Botos Katalin professzorasszonyt mindig nagy szeretettel látjuk. Köszönöm szépen. Pallagi Béla beszélgető társként egyből csatlakozott, és nagyon kíváncsiak vagyunk az ő szemléletére, hiszen azt gondolom, hogy teljesen új szemlélettel fogja. És végül Botos Máté, akinek hát nem csak névrokonok, ugye az anyukájával ül egymás mellett, úgyhogy őt pedig a Pécsi Egyetem oktató. Pázmány Péter Egyetem oktatója. Történész. És át is adom neki a mikrofont. Köszönöm szépen. Én kezdem, jó? Innentől kezdve. Ülve fogok beszélni, mert reménytelen is lenne felállni, mert nem bírok már fizikai erőm gyönge, de semmi baj, előttem az utódom. Botos Máté, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem intézet, pontosabban tanszékvezető tanára, de egykori dékánja hosszú ideig. Tehát ő az oktatásban a történelem, a politológia kérdésével foglalkozik, politológiai tanszékezet vezet. És ezért azt gondoltam, ha sikerül, azért nem írtuk bele a nevét, mert sose lehet tudni, hogy 5 gyereke mellett és 2 munkahelyéből kifolyólag
mikor jön valami olyan közben, ami miatt nem sikerül, hogy itt legyen. De hála Istennek, itt van, és mivel én azt gondolom, hogy ő még nálam is jobb előadó, ezért remélem, hogy a hozzászólásai, belekapcsolódásaiban semmit nem tudtunk egyeztetni, jók lesznek. Bélával valami kicsit eszmét cseréltünk a témáról, talán vannak itt a hallgatók közül olyanok, akik annak idején látták a fizikusok témában, egyszer már tartott előadásomat odabent. Volt egy olyan előadásom, ami kifejezetten a morális kérdésekkel foglalkozott Heisenberg kapcsán, hiszen az atomfizika egyik legnagyobb alakja valóban Heisenberg. És azt mondhatom, hogy én akkor arra hegyeztem ki az akkori előadásom hangsúlyát, hogy mennyire fontos a transzcendenciába vetett hit, hogy van egy fölöttünk lévő erő, mert ha valakik beleláthattak a teremtés csodálatos műhelyébe, azok a fizikusok. Előre szeretném bocsátani, kedves barátaim, hogy én a fizikához tényleg csak annyit értek, hogy hol kell megnyomni a gombot, hogy a villany felkapcsolódjék. Tehát én a fizikához, annak a fizikai tartalmához egy humán értelmiségi szintjén hát konyítok, de az a minimum minimuma. És ezt kicsit sajnálom is, de nem tudok róla tenni, mert az ember kapacitása véges, és már így is nagyon nagy területet fogtam át, ami ehhez a mai előadáshoz nem jön rosszul. Történelem, gazdaságtörténet, politika, jog, és hát elsősorban a közgazdaságtan maga. Mert mintha majd, nem tudom, hogy lesz-e időnk, mert nem nincs ez, pontosan ez a beszélgetés megtervezve, hogy lesz-e rá mód, hogy erről szót ejtsünk, de mindig a pénz körül forog a dolog. Hogy mire ad pénzt? Legtöbbnyire az állam. Ilyen katonai kérdésekben, katonai horderejű kérdésekben egyértelmű. Mikor és mennyi pénz van rá? No, akkor én azért, hogy három, amire biztos, hogy ki kell térjünk, három gondolatkört így belengetek, aztán majd meglátjuk, hogy hogy csatlakoznak a többi kollégák, barátok itt, rokonyok a témába. Az első az, hogy azt szerettem volna nektek bemutatni, amire egyáltalán nem számítotok. Mondja meg valaki őszintén, de tegye fel a kezét becsületesen, hogy arra a mondatra, amit most mondok, gondolt-e. Kérem, mondja meg! Amerikában borzasztó erős volt az értelmiségben a kommunista szellem. Egy ember van, nagyszerűen, ez már pozitívum. Az a helyzet, hogy Amerikában a két világháború közötti időben rendkívüli mértékben megerősödött a kommunista szimpatizánság. És azt gondoltam, hogyha én erről beszélek, hát talán a Máténak kevésbé, mert történész, Bélának meg már beszéltünk róla, de talán nektek kedves jelenlévők, és remélem is, hogy majd a kérdéseitekkel tovább irányítjátok a beszélgetés vonalát, talán érdekes lesz bevezetésképpen erről egy-két szót szólni. Hogy nekünk manapság, amikor a kommunista szó már olyan lett, mint az ördög tömjén füsttel való üldözése, hogy hűha, hogy lehetett az, hogy a fél Amerika értelmisége, vezető politikai ereje baloldali szimpatizáns volt. Ne felejtsük el azt, hogy baloldaliság vagy kommunizmus az nem csak azt a fajtát jelenti, amit a Rákosi alatt megtapasztaltunk, amit Sztálin jelentett, amit Lenin elvtárs jelentett. Nem csak ez. Keresztény szociális jellege lehet
a baloldaliságnak, és ez aztán már tőlem annyira nem állt távol, hogy ezt vallom, és gondolom, hogy ez a helyes. Ha így vesszük, akkor ilyen értelemben a baloldalisághoz csatolom magamat, mert keresztény szocialistának tartom magamat. Persze, ez nem jelenti azt, hogy a konzervatív értékrend lényegét ne tekinteném a magunkénak ezek a hagyományok, de most ez a beszélgetés pontosan azt a célt szolgálja, hogy ezeket a hagyományokat egy kicsit frissítsük fel a fejünkbe. Sajnos, ezt most csak zárójel, nagyon megbetegedtem, amint hallják, egy légcsőhurúttal, tehát nem hozom a szokott formámat sem a hangerőben, meg hát megszakítják a köhögések is az én beszédemet, meg a másokét is. Elnézést kérek ezért. De megpróbálom azért azt a bevezető gondolatot csak felvetni, hogy Roosevelt elnöknél, ugye Roosevelt térnek hívták, vagy Roosevelt térnek, Rooseveltnek mondtuk itt magyarul, az akadémia előtti teret hosszú ideig, aztán nagyon helyesen Széchenyi térre alakították át, mert Roosevelt nagy ember volt, de Magyarország számára a Széchenyi mégiscsak fontosabb volt az akadémia előtt, nem? De azért ez a Roosevelt, ez nem volt tényleg ám akárki. És lehet, mindent lehet róla mondani, Jaltába eladott bennünket, ugye, Churchill-el együtt. Tehát ilyen értelemben azért olyan nagyon mégse tudom szeretni, ugye. De amikor megnéztem a Roosevelt megválasztásáról szóló irodalmat, akkor láttam, hogy az egyik első minisztert nőt választott, még sose volt ilyen Amerikában, munkaügyi miniszternek. És ez a hölgy, ez az episzkopális egyház szentje lett. Mert azt mondta, hogy én azért jöttem Washingtonba, hogy a jó Istent, Theodore Rooseveltet és a sok millió szegény embert szolgálja. Na, értik akkor, hogy én mire gondolok? Azt gondolom, hogy akinek egy ilyen minisztere van, csak nem lehet olyan rossz ember. Noha, mondom, sajnos eladott minket Jaltába. De hát, nem tudták ezek a derék amerikai kommunisták, hogy milyen is igazából az a ottani kommunizmus. No, tehát az első számú dolog, amit itt le akarok szögezni, hogy nagyon erős baloldaliság volt Amerikában. A két világháború között és az első világháború alatt. A második világháború alatt. Azt akarom itt ehhez hozzáfűzni, hogy döbbenetes tény, amiről alig van valakinek fogalma, hogy azt tudjuk, hogy mi a Bretton Woods-i rendszer, ugye erről már tőlem is, meg másoktól is nyilván hallhattak, ez az a konvertibilis valuták nemzetközi elszámolási rendszere, ami a második világháború ideje alatt 44-ben került megfogalmazásra, és az IMF és a Világbank a két intézmény. Hát erről mindenki hall. Ennek a koncepciónak, ami megvalósult, az atyát úgy hívták, hogy White. Egy amerikai state secretary volt, államtitkár. És White-ot jelölték a Világbank elnöki pozíciójára. Hát, hogyha már egyszer ő hozta ezt létre. Kényszer szembe, kényszerű is mindenki hallott az állami beavatkozás politikájának elméleti atyamestere. Legyőzte őt ez a White, ez a senki White, azért mondom, hogy ez senki White, mert mindjárt meghallják. White úr, Morgenthau pénzügyminiszter jobb kezeként Amerika, Szovjetunió felé való ügynöke volt, illetve hát fordítva tulajdonképpen. Adatokat adott át a szovjeteknek. Ebben az időben nem tűnt még ez olyan halálos véteknek, mint most visszatekintve is gondolhatjuk, hiszen mondom, a két szövetséges a németekkel szemben állt.
Na de hát azért, mindjárt valami cifrát mondok, hát azért ugye, azért basszuskulcs, hát azért államtitkokat akkor se adok át még a szövetségesemnek, ha egyszer államtitok. És ez a vájt, ez is szovjet, hát mondjam azt, nem mondom kémnek, de zoetvasz, valami ilyesmi. Nem sokára meg is halt ezek után, miután ez kiderült. De döbbenetes, nem, hogy az amerikai kormányzatban ez van. A másik ide tartó dolog, ami biztos, hogy nem került volna szóba, ha csak a Mátéhoz nem akarja kommentálni, hogy a Morgenta, akinek a nevét említettem, a pénzügyminiszter, ő volt a nemzetközi tárgyalásokon mindig az amerikai képviselő. Pedig ő nem külügyminiszter volt, és bocsánatot kérek, egy külügyi tárgyaláson, hát a Varga Misinek kellene szerepelnie? Hát nem, azért nem. Itt nálunk mondjuk, de nem a külügyminisztériumi feladatot kell egy pénzügyminiszternek ellátnia. De ez a Morgenthau származását tekintve gondolom kitalálják azért, hogy pénzügyminiszterként milyen típusú ember volt, tehát magyarán mondva zsidó ember volt, és mérhetetlenül gyűlölte a németeket. Nos, kedves barátaim, azért, amit Hitler a holokauszt alkalmával elkövetett, azért én is gyűlölöm. A holokauszt megbocsáthatatlan, de nem az egyetlen, sok más holokausztok is voltak, sajnos. Azt akarom csak mondani, na de az az anti-holokauszt hozzáállás, amit Morgenthau követett, nem tudom, Máté, te mennyit tudsz erre, mondom, ha akarod hozzászólsz, ha akarod nem. Morgenthau, kérem szépen, a földdel akarta egyenlővé tenni Németországot, 30 millió németet, ez volt a Morgenthau terv, ki akar telepíteni Afrikába. És csak földműveseket hagyni Németországba. Ember! A holokausz borzasztó, a fasizmus elmélete, népirtó elmélete borzasztó. Na de hát ez ugyanaz a másik irányba. Hát azt nem lehet egy eszmét önmagával úgy legyőzni, hogy én alkalmazom akkor azt a rosszat. Ez valami borzasztó, emberek. De szerencsére aztán nagy nehezen a potsdami tárgyalásról kipasszolták a Morgenthaut. Viszont addigra már Truman lett az elnök, és itt már majd a mi történetünk szorosabban fog kötődni a dolgokhoz, mert tudjuk, amit tudunk, és akkor én itt most egy pillanatra megállnék, mert van nagyon sok mondani van, de most már sokat beszéltem. Tehát egyelőre ennél tartunk, hogy magyarázatot kerestem arra, hogy hogy lehetett ilyen baloldali Amerika, mert ez a magyarázat arra, hogy az inga kilengésére jön egy visszalengés, és ez volt a McCarthyizmus. Én mondom, semmit nem beszéltünk meg, hogy ki mit fog mondani, úgyhogy én várom, hogy ti jelentkezzetek magatoktól, mert ez volt az, ami a McCarthyizmus, ami az Amerika ellenességet elkezdte vizsgálni. Mikor volt, azt azért tudod, mert arra nem mondanám, pontosan emlékszem, mindegy, de azt tudom, hogy a McCarthy szenátor által csinált ördögűzések egyikének lett az áldozata Oppenheimer, és közvetetten áldozata lett Teller is, akit az előbb említett nekünk Illés Péter, hogy megtört emberként látta időskorára, mert ez a köztük lévő nagy feszültség mindenkit megviselt. Na, én most itt megállok. Béla, akarsz ehhez hozzáfűzni valamit? Hát, beszélj bele a mikrofonodba. Tehát úgy... Tökéletesen egyetértek ezzel, amit mondtál. Én inkább ugye kiterjeszteném ezt az egészet arra, hogy tulajdonképpen az atombombával kapcsolatos dolgokról beszélgetnénk, ami azt jelenti, hogy mindenkinek a tudatában az van, hogy van atombomba, van hidrogénbomba, de az, hogy ez egyáltalán mit tud előidézni, vagy mifán terem, ezt nem nagyon sokan tudják.
Mert hogy ugye ebbe torkollottak a dolgok, hogy amikor lehetőség nyílt arra, hogy egy Han és Strassmann nevelhető két ember felfedezte az atomok hasadást kísérletei közepette, akkor érdekes módon tapasztalták azt, hogy egy neutronnal, hogyha megbombáznak egy atomot, mondjuk egy magasabb rendszámú atomot, mint az urán vagy plutónium, akkor az ketté szakad, és belőle kettő lesz, aztán utána egy következő, mondjuk kósza neutronnal ütközik, megint ketté válik, és létrejön a láncreakció. Ezt a bombát hívják hasadásos bombának. Ez volt az első. Itt találkozunk először Oppenheimer nevével, aki nagyon gazdag családból származott, rendkívül kiváló képességekkel rendelkező fiatalember volt, kísérleti fizikus volt, és rendkívül ígéretes volt a jövő számára. Különböző egyetemeket járt végig Amerikába is, és végeztől is doktorálni Európába doktorált. Göttingába, igen, Göttingenbe, a német tudományosság volt a legmagasabb. Ez a 20-as években volt, még éppen a Hitler előtt. Igen, kifejteném azt, hogy ebbe az időbe, tehát gyakorlatilag az 1938-as évektől kezdve nagyon-nagyon erős és nagyon-nagyon jó képzett kutató és tanárgárda dolgozott kiváló egyetemeken Európába. Tehát azok az emberek, akik annak idején kikerültek a világháború alatt az Egyesült Államokba, azok az emberek majdnem 80%-ban európai egyetemeken tanultak, és lettek kiváló kísérleti és elméleti fizikusok, kémikusok és mérnökök. Ami azt jelenti, ugye, hogy az európai oktatás olyan színvonalon állott ezen a területen, amit tudtak az Egyesült Államok is. Na most ugye lehetőség nyílott arra, hogy ezek az emberek kikerüljenek az USA-ba, és ott különböző helyeken várták már őket. Tehát ennyit, ez az első bomba, ami a hasadásos bomba. Aztán ennek van még egy változata, erre mi majd vissza fogunk térni a Japánra ledobott két atombomba esetével. Mondjad csak ezt el egy pillanatig, mert inkább most mondd el. Igen. Mi a különbség a kettő között? Hát van a hasadásos bomba, amit elmondtam. Itt két variáció. Van a plutóniumon alapuló és az uránon alapuló bomba. A plutónium bomba azért érdekes, mert 1,4-szer hatékonyabb, mint a, tehát nagyobb, gyorsabb a láncreakció. És utána van ennek az inverziója tulajdonképpen, amikor a fúziós folyamat játszódik le, ami tulajdonképpen csak itt a közelben, amit tudok hasonlatot, a nap tulajdonképpen. A nap az egy olyan hidrogénbomba, amelyik fúziós bomba tulajdonképpen. Hihetetlen. De tulajdonképpen ennek is az alapja a hasadásos bomba, mert egy hasadásos bombát, hogyha beindítanak, akkor ez, ha mit tudom én, koncentrált ilyen hidrogén-hélium közegbe kerül, ez megindítja a folyamat, a fúziós folyamatot, aminél akár 100 000 Celsius fok is keletkezhet. Tehát az atombomba a hidrogénbombánál az elsődleges bomba, amely tulajdonképpen berobbantja a hidrogénbomba. Hát az anélkül nincsen hidrogénbomba. Na most a kettőből az egyik, tehát a hidrogénbombának az atya a tellerede. Mindenféleképpen. Tellerede,
már akkor említette, hogy őneki van egy ilyen gondolata, hogy elképzelhető, hogy hidrogénbomba vagy fúziós folyamat létezik a napon kívül, és ezt az idő során ugye is be is lett bizonyítva. Hát ennyit erről. Máté, akarsz valamit? Ha nem akarsz, nem kell. Én ezt csak annyit tudok hozzátenni, hogy amit Iván Ivanovics mond otthon ülve a szobájában. Hát itt van ez az atombomba, ledobják, fölrobban, minden eltűnik. Borzalmas. Itt van ez a hidrogénbomba, ledobják, minden élő megsemmisül. Borzalmas. De az milyen borzalmas bomba lehetett, ami a vodkát a szobámból eltüntette. Az átlag embernek ezzel a bombákkal kapcsolatosan nincsen tapasztalata, szerencsére. Leszámítva azokat a szerencsétlen japánokat, akik Hiroshima-ban és Nagasaki-ban átélték ezt a két támadást, amellyel kapcsolatban számtalanszor fölmerül a kérdés, hogy olyan indokolt volt-e vagy sem ezeknek a bevetése, elkerülhető lett volna-e, hogy ezt demonstrálják az amerikaiak? Tudták-e a pilóták, nem tudták, hogy milyen bombát fognak ledobni, és annak milyen következménye lesz? Tehát mi civilek ezzel az egésszel vagy valahogy úgy vagyunk, hogy hát jobb nekünk azt nem tudni, addig jó, amíg nem kell megtapasztalnunk ezeket a dolgokat. De azt hiszem, hogy elkerülhetetlen, hogy ne legyünk tisztában azzal, hogy ennek mégis milyen a működési elve. Mert ez egy kicsit olyan, hogy naívság a részünkről, mint hogy hát fölkapcsoljuk a villanyt, aztán hát ha fölkapcsoljuk, áram van áram. Minden áram van, minden van, de mitől van áram? És ebből rengeteg morális kérdést is ki lehet hozni. Én nem szeretnék folyamatosan csak erre a szempontra koncentrálni, de nem tudom megkerülni, hogy ne morális kérdéseket vessek föl. Nem csak annak kapcsán most beszéltünk arról, hogy lehet-e szabad-e fegyvereket gyártani, lehet-e szabad-e elrettentő erővel fegyvereket fölhalmozni, szabad-e, indokolt-e, van olyan helyzete, amikor ezeket a fegyvereket be lehet vetni, amikor annak az lesz a következmény, hogy esetleg az esetleges túlélőknek a leszármazottai is szenvedni fognak ettől. És végig el kell jutnunk, az előbb az áramot mondtam, honnan van az az áram, miből van az az áram, egész Európában megy a vita arról, hogy miből lehet áramot fejleszteni, kőszén elégetéséből, ami viszont szennyezi a környezetet, orosz gáz elégetéséből, ami viszont meg morálisan elvállalhatatlan, hogyha ezzel ne támogassuk már az agresszort. De hát akkor miből? És akkor visszatérek most egy olyan dologra, ami ehhez az eddigiekhez kapcsolódik, mert nagyon sok szó esett Oppenheimerről, Péter is beszélt róla, édesanyám is beszélt róla, Béla is említette. Én azért egy nagyon fontos dolgot villantanék vele kapcsolatban. Senki nem vonja kétségbe, hogy elképesztő jó eszű ember volt, és hogyha nem hal meg időnap előtt, aminek egyébként saját maga volt főképpen az oka, ugye láncdohányos volt, akkor valószínűleg ő is Nobel-díjat kap. Ugye Nobel-díjat csak élő ember kaphat. Viszont ő, mint minden zseni, egy öntörvényű ember volt, akivel nagyon nehéz volt együtt dolgozni. És mint ilyen öntörvényű embernek a világról alkotott véleménye is bekategorizálhatatlan, és hát sok szempontból morálisan megkérdőjelezhető. Hát a többségi morál szempontjából hát nem nagyon tudunk mit kezdeni Oppenheimernek azokkal a döntéseivel, cselekedeteivel, mondataival, amelyek az egész ember egyébként nagyon sötét árnyékot vetítenek. Lehet azt mondani, hogy a McCarthyizmus áldozata volt Oppenheimer, de ugyanakkor az is igaz, hogy ez az ember annyira bolond ember volt, hogy a saját jótevőjének Cambridge-ben megmérgezte az almáját, hogy majd dögöljön meg, mert annyira utálta. Szerencsére nem így történik. És akkor itt aztán a tutora végül Nobel-díjas is lesz. Igen.
De ez egy olyan ember, aki a legjobb barátjának, a feleségének ajánlatot tesz. Akinek viszont, mikor már van egy felesége, ő simán visszamegy az előző barátnőjéhez, egyébként a felesége úgy lesz a feleség, hogy az valakinek a felesége éppen, és ő tőle lesz gyereke, Oppenheimertől lesz gyereke. Szóval egy morálisan egy teljesen vállalhatatlan figura, gátlástalan, önérdekérvényesítő, és hát ebből a szempontból azt kell mondjam, hogy látszik rajta, hogy a hagyományos morált nem örökölte, tehát ő nem egy gyakorló zsidó családból származott, hanem egy ateista apukától örökölte ezeket a nézeteit, attitűdjét, és ő maga is világ életében önmagához viszonyította a környezetét és a világot. És ez azért nagyon lényeges, mert ennek fényében fontos tudni azt, hogy mégis volt benne, ezért csodálatosan érdekes figura, mégis volt benne egy társadalmi felelősségérzet, ami ugyanakkor viszont hát meglehetősen absztrakt. És hát ha politikai szempontokat realitás akarunk belekeverni a dologba, akkor azt kell mondjuk, hogy ezek az értelmiségnek a baloldaliság az mindig absztrakt. Tehát az esetek döntő többségében nem konkrétan segítek valakin a mellettem lévőn, hanem úgy jó lenne az emberiségen segíteni. Milyen igazságtalanságok vannak Amerikában, ezeket nem lehet hagyni, de azt lehet, hogy egyébként a mellettem lévő ember tönkreteszem, vagy hogy a család életébe durván beleavatkozom. Szóval azért ezeket így együtt kell látni, és ebből talán érthető is ez az értelmiség ellenesség, ami aztán kibontakozik majd az Egyesült Államokban. Íme itt van. És aztán eljut oda hozzánk is. Igen, bocsánat, én akkor itt most egy Einstein dolog, és azt szeretném mondani, hogy egy nagyon fontos kérdést vetett fel, Máté említett meg, és Béla is, amikor a fizikai kutatások történetével foglalkozott, mert hát ugyebár azt nagyon jól tudjuk, a közelmúltból, hogy mekkora atomarzenálok álltak szembe Szovjetunió és az Egyesült Államok között a 70-es években, sokszorosan el lehetett volna pusztítani vele a világot. Na de nyilván az oroszok tudománya sem a semmiből jött, és ezért rendkívül érdekes az orosz szál elemzése. Keveset fogunk róla valószínűleg most beszélni. Egyrészt már nem tudtam leírni magam, hogy egyáltalán mindezt röviden, tömören elmondani nagyon nehéz. A múltkori előadásomban, amikor még képeket is vetítettem, odabent emlegettem Kurcsatovot, Szaharov nevét, meg mindenki hallotta, mert azt már mindenki hallja, amikor egy fizikai csodálatos eredmény politikai jelentőségűvé válik, amikor a békeharc részévé válik. Na ez az, amit ki kell ütni, igen. Jó, köszönöm. És szerintem még egyszer fog próbálkozni, üst ki. Igen. Bocsánat, nem tudtam leállítani időbe. Na az a helyzet, hogy az orosz szál. Volt egy Kurcsatov nevezetű, nagyon-nagyon okos orosz fizikus tudós, fantasztikus munkaerő bírású, csodálatos képességű, és valóban már a 30-as években sok mindent felfedezett, mivel én nem vagyok mérnökember, mint Béla, és mondom, a fizikához nagyon kevés kis affinitásom van, ezért nem tudtam megtanulni, hogy mi mindent csinált, de azt mondhatom, hogy nagyon az élen járt, és tulajdonképpen ő már szerette volna ezeket a maghasadásos témákat energianyerési célból a Szovjetunióba bevezetni. Hát tulajdonképpen sokszor gondolkoztam, amikor olvastam róla, hogy hogy élte túl ez a szerencsétlen ember a 30-as évek tisztogatásait. Ezzel szerencse, hogy túlélte, mert Sztálin elmebajának oly sok mindenki esett áldozat, hogy isteni szerencse, hogy ő nem. Mármint, hogy isteni szerencse nekik, az oroszoknak. A szovjeteknek, azért mondom a szovjeteknek, mert ugye akkor még ebben a nagy Szovjetunióban gondolkozott a Sztálin, és tudjuk, hogy az ő bombáit is aztán majd a kazakh területeken próbálják ki. Tehát ezért nagyon izgalmas mind a mai napig is,
Oroszországról beszélünk, de ott vannak azok a szatellit államai, amiben egyrészt sok olaj van, másrészt ott voltak ezek az elzárt területek, amelyeket irodalomkedvelő barátaink talán ismerhetnek az évszázadnál hosszabb ez a nap című Csingiz Ajtmatov könyvből. Ajánlom mindenkinek olvasásra, aki nem hallott róla. Csingiz Ajtmatov, az évszázadnál hosszabb ez a nap. Na mindegy, csak ezt akartam mondani, hogy ott próbálták ki. De hogy is volt ez? Amikor ledobják az atombombát, csak akkor kap nagy lendületet a Szovjetunióban. Az, amit Kurcsatov addig, hogy így mondjam, őrizte a lángot, és csinálta a kutatásokat a világháború alatt is. És akkor rákapcsolnak az oroszok. Most ide nem megyünk el arra a szára, egyáltalán nem megyünk el, én nem szeretnék elmenni a Rosenberg házaspár téma ügyére, de tudjuk, hogy volt egy olyan szál is, hogy hát persze 45 utántól kezdve elkezdődött az egymástól való lopkodás, kémkedés megerősödése. Ha valaki tud valamit a filmjékről, meg erről az angol részről, hogyha valamit akarnál mondani, örülnék neki, nem tudom, hogy ki akar. Az angolok, ugye hát az angol intelligence service, ugye azért a világ egyik régebben a legfejlettebb, aztán az egyik legfejlettebb titkosszolgálata volt. Tehát kémkedtek kölcsönösen, de persze az angol titkosszolgálatban is rengeteg orosz ügynök volt beépítve, szovjet ügynök volt beépítve. Mert az angolok is olyan baloldaliak voltak, olyan... Nekem volt egy kedves ismerősöm, Máté tudja, kiről beszélek, Ada néni, aki a Szovjetunióban élt, mert oda került ki, most nem mondhatom el részletesen történetet. Lényeg az, amikor hazajött Magyarországra, 45 után hazajött a Szovjetunióban, és azt mondta, hogy hát ő szociáldemokrata, ő hívő kommunista, de olyat, mint ami Angliában van. Hát olyat mi is szerettünk volna. Na, mindegy, az a lényeg, hogy beépültek jobbra-balra az ügynökök, ahogy csak tudtak. És volt jelentőség az orosz kutatásokban az átlopott információknak, de a Kurcsatovék, Szaharovék, mert Szaharov is élénken benne volt a hidrogénbomba fejlesztésébe, az orosz hidrogénbomba fejlesztésébe, azt saját erőből csinálták meg. És akkor most itt eljutunk témánk kulcskérdéséhez. Ahogy a Máté és Béla is emlegették, hogy indokolt volt Oppenheimer elleni vád, indokolt volt-e? Mi is volt annak a pontos alapja? Én tudom, de most átadom nektek a szót, hogy mondjátok el ti gyerekek, mellettem itt a két öreg gyerek, hogy mi volt az alapja, igazából jogos alapja annak, hogy azért Oppenheimerrel szemben mégiscsak, ahogy a Máté erősen aláhúzta, voltak gyanúra okot adó dolgok. Akarsz mondani róla valamit, Béla? Hát azt tudom mondani Oppenheimerrel kapcsolatban, hogy súlyos idegbeteg volt, bipoláris és skizofén. Tehát gyakorlatilag, és ez jelentkezett egészen fiatal korában, annak ellenére, hogy ez nem hatott ki az ő tudományos munkájára. Ám a biztonság egy ilyen esetben, mint egy titkolt fegyver elkészítése, az megköveteli azt, hogy a rendszerben résztvevő összes tudós, mindenki, az olyan biztonsági elfogadással rendelkezzen, ami a maximális, mondjuk egy 4-es szinten rendelkezzen. Na most itt felfedezték, ugye nem kellett felfedezni, hogy neki a testvére tagja volt a kommunista pártnak. Felesége. A felesége, a testvére. A szeretője is. A szeretője is. Tehát azok mind a kommunista párt tagjai voltak. Tudjuk a középiskolás történelem tanulásból, hogy a Komintern nevezető szervezet hihetetlen mértékű kémkedést és a kémkedés segítést hajtott végre
a fejlett nyugat és a és mondjuk a kommunista az orosz befolyási övezet között. Na most no, Oppenheim két alkalommal is került ilyen helyzetbe. Amit most elmondtam, ebből az esetből nagyon jó jött ki. Tehát gyakorlatilag azok, akik számítottak, azok megadták neki azt a lehetőséget, hogy tovább folytassa azt a vezetői munkát, amit az atomban... Mikor? Mondjad, mikor? Hát ez 1943-44 körülbelül. 43. Tehát még nem tartunk ott, hogy az oroszok sportszerűen kezdjenek el kémkedni az amerikai atomkutatással kapcsolatban, bár csinálták. Úgy, ahogy a katáik elmondták, hogy az angol egyetemeken sorra alakultak, illetve beépítették az ő sejtjeiket a hírszerzést, és csinálták a dolgokat. Nagyon érdekes dolog az, hogy hosszú időn keresztül az amerikai hadvezetés szinte nem is érdeklődött a német nukleáris kutatások és kísérletek felé. Holott a németek majdnem azonos időben, mint az Egyesült Államokban hozzákezdték a makasodással kapcsolatos, és természetesen az ebből levezethető reaktor és atombombának a fejlesztését. Ahogy ez az amerikaiaknak a látókörébe került, azonnal felgyorsították ezeket a folyamatokat, nagyon sok pénzt kezdtek el belefektetni a kutatásokba, különböző szervezeteket hoztak. Mondom, létre. A pénz, tehát hatalmas összegek forogtak itt kockán, és elkezdték szisztematikusan megalkotni azt a bizonyos Manhattan projektet, amely tulajdonképpen arra volt rendeltetve, hogy ez az atombomba a lehető legmagasabb színvonalon létre legyen hozva, ami tulajdonképpen egy tömegpusztító eszköz. Végtére is. Igen, hadd egészítsem ki, gyerekek, de te is szólhatsz, ezt én innen itt ezt tudom olvasni, mara jó dolgom van. Azt szeretném mondani, miből olvasok. Egy mérnök-fizikus tanár publikációiból Varga Jánosnak hívják. Kedves barátaim, akit érdekel oktató, diák, érdekel egy picit is a fizika, és érdekel az oktatás, hogy az a Varga Jánosnak a munkáit nézze meg. Én se ismertem eddig, és most ennek a kutatásnak kapcsán belenéztem, elképesztő, nagy tudású, szerény, csodálatos ember. Varga János, mérnök, tanár, fizikus. Tessék elolvasni. Az ő egyik cikkéből idézek. Ahogy mondta Béla felesége és öccse kommunista párttagok, közeli barátai, kivétel nélkül kommunisták, legalább egy kommunista szeretője van, állandó kapcsolatot tart szovjet kémekkel, háború után személyesen igyekezett rávenni minden jelentősebb tudóst, hogy szálljon szembe a hidrogénbomba kutatásokkal. Tudjuk, hogy a hidrogénbomba meg a Tellernek a gyereke, és hát ez érthetővé teszi a köztük lévő feszültséget. Energikusan követelte a Los Alamos-i kutatólaboratórium felszámolását, ahol ő volt a főnök korában, latba vetette befolyását annak érdekében, a katonai hatóságok és az Atomenergia Bizottság 46 közepétől 50 januárig felfüggesszék a hidrogénbomba fejlesztését. Tehát gondolom, hogy a Tellert megütötte a guta. Ezután is fáradhatatlanul azon dolgozott, hogy késleltesse a hidrogénbomba programot, jelentős befolyását arra is felhasználta, hogy fékezze a háború utáni urán nyersanyagellátást, tovább atomenergia alkalmazásának továbbfejlesztését, beleértve a nukleáris tengelyatjáró légierő, valamint ipari programot. Mondani se kell, hogy a
az oroszok élen jártak a jégtörő atom tenger alatt járóban, meg a jégtörő atom meghajtású jégtörő hajókban is. És ott már felépítették a cárbombát, ugye ez volt a Kurcsatovnak az a hatalmas erő bombája, ezt ők többet tudnak róla, ami a világ legnagyobb bombája volt, és amit azért kísérletileg csak felrobbantottak. És ami nagyon gyanús volt, tudjátok, az, hogy rengetegszer akadályozta azokat a kutatásokat, amelyek például a felderítést szolgálták Arikába. Hát ez azért több, mint egyszerűen gyanús, ez már skizofréniség se nekem elég magyarázatra. Mert azért ugye, hogy a védelmi berendezések felfedezésének, én ehhez mondom, szakmailag nem vagyok hozzáértő, de azt értem, hogy ennek a jelentősége gyanussá vált az elhárító hatóságok számára, és kellemetlenné vált a személye Oppenheimernek. Akarsz valamit mondani? Mert látom, hogy... Több dolgot is szeretnék hozzátenni mindezekhez, csak nagyon röviden, illetve igyekszem nagyon röviden. Az egyik az, hogy Oppenheimernek ezeken túlmenően saját kifogásolható múltja is van, mert ugyanazt nem tudtuk eldönteni, ma már tudjuk, hogy nem volt ténylegesen tagja az amerikai kommunista pártnak, de minden módon támogatta őket, az újságukra előfizetett, hogy különböző jótékonysági célokra gyűjtött nekik, és támogatta őket. Tehát ő volt az a hasznos idióta, akiről Sztálin elvtárs beszélt, hogy ugye társutasként ő csatlakozik, ugye Lenin kifejezéshez. De hogy valójában, amit itt az előbbi is édesanyám felolvasott, abból kiderül, hogy hát ő tulajdonképpen a saját hazájának az érdekei ellen lép föl akkor, amikor valami más projekt szembesül az övével, és hát ebből a szempontból nem csak az merül föl benne, hogy skizofrén, hanem az is, hogy esetleg más érdekeket szolgál. Na most látok itt a kert végében számos olyan fiatal arcot, akik még nálam is fiatalabbak, és természetesen olyakat, akik már régebb óta fiatalok. Nekik nem kell magyaráznom, de a többieknek talán nem érdektelen elmondani, hogy hogyan lehetett ennyire vonzó a kommunizmus, mint idea a nyugati és főleg az amerikai értelmiség körében. Egyrészt, azok, akik... Ezért volt érdekes a probléma, hogy Marx és Engels úgy gondolták, hogy a kommunizmus majd ott fog kitörni, ahol a legfejlettebb az ipari társadalom. Miért? Azért, nem volt buta ember a Marx. Ott akkumulálódik a legtöbb vagyon, és ott lesz a legnagyobb a vagyoni különbség, és az igazságtalanság ott lesz a legláthatóbb. Nem véletlenül nem robbant ki kommunista forradalom a Regáti Romániában, ahol az emberek putriban laktak, ahol az emberek tényleg a hétköznapi megélhetésükre fordították minden energiájukat és figyelmüket és idejüket, de ezeknek az embereknek nem volt idejük azon gondolkozni, hogy méltányos-e a rendszer, igazságos-e a rendszer vagy sem. Ezeknek az embereknek, tehát nyugaton, jellemzően egy több százezer dollárt öröklő Oppenheimer elgondolkodott azon a maga végtelen sok eszével, hogy hát igazságtalan ez a világ, és nem jól van ez így. Tehát a jóléti társadalmakban az emberek hajlamosak azon gondolkodni sokkal többet, hogy a világ igazságtalan, és hogyan kéne ezt megváltoztatni. Ez az egyik. A másik, hogy ez egy nagyon fontos dolog, a Szovjetunió valójában egy nagyon izgalmas kísérlet volt, mert úgy próbálták eladni valamit a világpolitikában, ami azelőtt nem létezett. A kommunista párt ugyanis nem egy nemzeti párt. De minden másik párt valahol egy ország keretén belül rendezkedik be. De a kommunizmus eszméjét szolgáló orosz-bolsevik párt, a Szovjetunió kommunista pártja később, arra törekedett, hogy a kommunista eszmét exportálja a világban mindenhol. És hogy igazából ez egy átmeneti állapot, amíg csak egy országon belül van a kommunizmus, majd lesz máshol is. Tehát aki a Szovjetuniót támogatja, az nem az orosz birodalmat támogatja, hanem az igazságos társadalom eljövetelét szolgáló ideológiát támogatja. Ezért azok az emberek, akik a Szovjetunióban hittek, bár sosem látták,
akik látták, már nem annyira hittek benne, azok az emberek azt gondolták, hogy a kommunizmus jó, a kommunizmus előremutató, haladó, mert igazságos. A Szovjetunió pedig ezt az attitűdöt politikai célokból használta föl. Természetesen a saját, most már nyugodtan mondhatjuk így, nagy orosz nacionalizmusoknak a támogatására. Ne felejtsük el, hogy ugyan Dzsugasvili grúz volt, de fölvette azt a németesen hangzó Sztálin nevet, amitől aztán, hogy minden továbbja van, ő csak oroszul beszélt, kivéve a saját klikjével, akikkel a grúzul beszélgetett. De hogy valójában Sztálin a mai napig azért tisztelik Oroszországban, nagyon sok helyen, mert effektíve ő alatta érte el az orosz birodalom a legnagyobb kiterjedését. A Szovjetunió tehát azt használta föl, hogy nyugaton sok szimpatizánsa van a szocializmusnak, a kommunista eszmének, nem az orosz birodalomnak. És azok az emberek, akik a kommunizmust támogatják, vagy a szocialisztikus eszméket támogatják, hát ezáltal támogatják azt a birodalmat, amely ezt az elvet propagálja a világban. Tehát végül is, még ha ellenséges is Amerikával szemben a Szovjetunió, az, amit képvisel, az bizonyára nem olyan rossz. És ez a fajta gondolkodásmód volt az, ami miatt nagyon sok ember számára a Szovjetunió maga lehetett a népek börtöne, természetesen, meg ott lehettek torzulások, meg sztálini tisztogatások, meg szörnyű dolgok, de azért maga az elv, de az elv az mégis milyen szép, és mégis mennyire vonzó. A Szovjetunió a komintermet, ahogy édesanyám is utalt rá, arra használta föl az egész fönnállása során, hogy ügynököket képezzen ki, és a világ minden pontján a külpolitikai befolyását érvényesítse a világhatalmi dominancia érdekében. Ezt kell hozzátennünk ahhoz, hogy... Nem jut eszetek be erről valami a mai világban, csak talán más előjellel? Na mindegy. Nem. Nem? Igen. Jó. Én most akkor arra, mert megnéztem az időt, és láttam, hogy már 50 percet elbeszéltünk, és hogy nem akarunk vég nélkül visszajönni a dolgaitokkal, vagy időtökkel. Először is még akarnánk, hogy hozzátegyetek kérdéseket, viszont, meg hozzászólásokat is, de most azért még egy lényeges dolgot azért tárgyaljunk ki. Szóval az volt a probléma, és itt nézek Bélára, hogy majd remélem ebbe segítesz, hogy a Oppenheimer-Teller vitában azért a legfőbb probléma a hidrogénbomba kifejlesztésének az akadályozása volt. Akarsz erről egy kicsit beszélni? Igen. Igen. Akarok egyáltalán szóhoz jutni itt, ebben az áradatban, igen. Tulajdonképpen Teller Ede személyisége egy nagyon-nagyon érdekes személyiség, bár őre nem lehet ráakasztani az, hogy elmebeteg vagy valami ilyesmi, viszont rendkívül impulzív személyiség volt, aki a kollégái írják az emlékirataikba, hogy 10-15 verziót feldobott egy-egy témára a beszélgetés közben, és érdekes módon a 10-11-ből egy mindig bejött, úgyhogy tovább tudtak menni. Tehát végül is azért került ő oda, ahol volt, mert már előtte, mielőtt ki nem ment Amerikába, már tudták róla, hogy ígéretes tehetség. A hidrogénbombának a megalkotása az, amint mondtam, inverze a hasadó bombának. Viszont nagyon bonyolult, mert a világot fel lehet robbantani vele. Tehát nem hiszi, óriási veszélyforrás. Óriási veszélyforrás. Tehát ha nem is hiszem, hogy valaha is hozzá mennének ehhez nyúlni. Visszatérve, én személy szerint a jellemit tekintve nem tart, tehát sokkal jellemesebbnek tartom például az Oppenheimert, mint a Tellert. Teller nem azokat a lépéseit, amit mondjuk ezelőtt a bizottság előtt, a biztonsági bizottság előtt megtett, ezeket a lépéseit nem mindig az ész által vezérelve tette meg, hanem inkább az indulat és az ego miatt tulajdonképpen. Akkor egy percet itt Einstein dolog, és beleszólok, és azt mondom, hogy a kettejük közötti
feszültségnek a forrása, mert korábban nagyon jó barátságban voltak, a forrása tényleg az volt, hogy Oppenheimer ellenezte az elrettentés céljából létrehozandó hidrogénbombát. Így van. Na de emberek, ha visszanézünk a Kurcsatovékra, ha visszanézünk arra, hogy a orosz hidrogénbomba, na, 8 hónappal úgy tudom, vagy valahogy így, 8 vagy 9 hónappal az amerikai megszületése után már megvolt. Tehát, ha nem roholnak az amerikaiak, akkor egy olyan bomba van a kezében az oroszoknak, ami olyan félelmetes, elrettentő erőt képvisel, hogy ez minden felelős politikus bizonyos mértékig meghátrása kell, hogy kényszerítsen. Hát a japánok is azért dobták be a törők között, mert látták, hogy ezek az amerikaiak nem lacafacáztak, és tényleg megöltek 100 milliós, már nem 100 milliós, egy kicsit túlzás, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok százezer embert képesek egyetlen bombával megölni. Bocsánat. Tehát ez a félelmetes, elrettentő erő az oroszok kezében tényleg, ha az amerikaiak előtte nem dolgoznak azon, hogy hasonló elrettentő erővel rendelkeznek, akkor nagy baj lett volna. Ugyanúgy, mint később, ez most csak egy kitérő, hogy később a 60-as évek elején, amikor a Hold programot indítják, emlékeznek az amerikaiakra, akkor is a Kennedy azt mondta, hogy bocsánat, 58-ban a fejünk fölött átszáguldott a Gagarin. És már Ferihegyen vártuk Gagarint, ugye? Mondta a magyar csasztuska. Szóval az a helyzet, hogy ha az oroszok előbbre vannak, akkor muszáj az oroszoknak, az amerikaiaknak is rákapcsolni, és az amerikaiak itt most telere, de erős támogatásával ezt elérték. Igen? Csak még akarok valamit, de most két dolgot szeretnék azért hozzátenni, hogy azért a filmről is legyen valahogy szó. Tehát abszolút nem csodálkozunk azon, hogy az amerikai közönségnek tervezett kasszasikert egy született amerikairól írják, akinek a, mondjuk ugye a megítélése hát nem annyira egyértelmű, viszont nagyon jó drámát lehet belőle csinálni, és hát ki lehet hozni ezt a hagyományos jó versus rossz konfliktust, ami az embereket mindig lecövekeli a tévé vagy a mozi képernyője elé. De most azért ezt én úgy gondolom, hogy ennél talán sokkal izgalmasabb probléma volt az, tudjuk, hogy az amerikaiaknak van egy sajátos nézőpontjuk, ugye Amerikában, ahol egy 100 éves épület már régiségnek számít, hát nálunk csak otthoni mi utcánkban van 5 ilyen. Tehát az amerikaiak számára az, hogy velük mi történt, hogy ők mit látnak, hát abból egy óriási filmet lehet forgatni. Szerintem messze izgalmasabb probléma volt az, morális szempontból is, és történeti szempontból is izgalmasabb probléma volt az, hogy mi történt a német kutatókkal, akik szándékosan hátráltatták a kutatást azzal, hogy nehogy véletlenül a náci rezsimnek a kezébe kerüljenek olyan tömegpusztító fegyverek, amelyek ellentétben az amerikaiaktól, amerikaiakkal nem riadtak volna vissza annak a bevetésétől. Tehát ma már tudjuk, hogy Heisenbergék tudatosan és szándékosan hamisították az eredményeket, és valótlan jelentéseket küldtek, hogy lassítsák ezeknek az eredményeknek a kibontakozását, mert nem akarták, hogy a saját országuk egy olyan fegyver birtokába kerüljön, amelyen aztán utána végképp tönkretesznek mindenhol más mindenféle népet. Tehát szerintem ebből a szempontból ez egy sokkal izgalmasabb történelmi dráma lehetett volna, mint ennek a tudathasadásos Oppenheimernek a története, de hát lássuk be, ez nem a német mozik számára készült elsősorban, hanem az amerikaiak számára készült. De azért még egy dolgot hadd tegyek ehhez hozzá, hogy én azt gondolom, hogy Teller Edéről nem véletlenül nem forgatnak ugyanilyen filmet, nem véletlenül ő a csúnya bácsi a konfliktusban, hiszen hát ő egy a mai Hollywood számára elfogadhatatlan oldalon áll. Tehát ő következetesen a republikánusokat támogatja, ő régen mellé áll, sorakozik föl, és ő fűződik az a csillagháborús projekt, ugye, ami végül a Szovjetunió bukását okozza, mert azt hiteti el
az elnökkel, hogy kivitelezhető az, hogy előzetesen megsemmisítő csapást lehessen mérni az űrbe helyezett állomásokról a szovjet atomtöltetű rakétákra, amitnek az elhárítása az oroszoknak egyszerűen sem technológiája nincsen, sem pénze sincs rá, és hát a nyersanyagot sem tudják hozzá összeszedni, ezt mindenhonnan máshonnan kellett volna bevásárolni, mint hogy most a csipek gyártása is ugyanilyen problémát okoz a világban. Tehát ezt a telleredét, aki hát ugye ezeket a szovjetekkel szimpatizáló, vagy a Szovjetunió által képviselt eszmével szimpatizáló tudósok voltak, ezeket nem kedvelte. Ő egy másik politikai nézőponton állt, ezért meg is kapta magáét minden alkalommal, nem is lett ugye Nobel-díjas. Mellesleg egyikük se. Ugye se ő, se Oppenheimer. Fermi díjat kapott. De hát ugye Neumann János sem kapott. Persze, nem kapott. Úgyhogy nem csodálkozunk. De még egy dolgot engedjetek meg, bocsánat, hogy így magamhoz ragadtam a szót, és most nem akarom visszaadni, de nagyon röviden, csak egy pillanatra. Ugye az a jelenet kimarad a filmből, ami olyan klasszikus állítólag, hogy mikor Oppenheimer dühösen kimegy a szobából, akkor Tellered azt mondja, hogy na gyerekek, ahol beszéltünk végre magyarul. Igen. Mert ugye igen, mindenki, igen. Aki a szobában van, Wigner Jenő, Szilárd Leó, Tellered, Neumann János, mind Magyarországról elszámazott tudósok. És mi ebben az izgalmas? Csak Fermi lehetett benne. Hát csak Fermi, igen. Csak az volt az izgalmas az egész, mert ezek mind olyan tudósok, akik a magyar közoktatási rendszerben tanultak, amely olyan világszínvonalú volt a századfordulón, a múlt századfordulóján, hogy képes volt olyan embereket pályára állítani, akik utána a legjobb német egyetemeken summa cum laude végezték tanulmányaikat és szereztek doktorátust, és a legjobb amerikai kutatólaboratóriumoknak lettek a vezető kutatói vagy vezetői. Tehát ott van a gyökér. Itt kezdődik minden Magyarországon, mennek Németországba, érdekes módon se Franciaországba, se Olaszországba, se még csak Dániába se, bár Niels Bohr kapcsán még az is fölmerhetett volna, de nem, Németországba mennek, mert ott a tudomány második fellegvára, és így mennek majd ki Amerikába. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos üzenete van ennek a mai generációk számára, hogy olyan közoktatási rendszert kell teremteni, amelyik képes fölnevelni azt a generációt, amelyik a világszínvonalú kutatásokban megállja a helyét. Ha ezt elmulasztjuk, akkor sose lesz több telleredénk. Azt hiszem, hogy teljesen igazán a Máténak belőle az egyetemi oktató beszél, aki látja, hogy hanyatlik a mai ifjúság tudás szintje. Hanyatlik, mert sok mindent tudtok, de az a helyzet, hogy az, amikor a természettudományos tárgyakat összevonva oktatják, hát Istenem, hát megáll az ember esze. Mikor az Isten műhelyében a fizika és a matematika nyelve dominál. Szóval ez nagy baj, hogy a természettudományos képzés így hanyatlik. Jó, rendben van, a kommunizmus idején a természettudományos képzést elhelyezték jobban, ha a hangsúlyt jobban arra helyezték, hogy gyakorlatilag hasznosítható dolgokat találjanak ki, és hajagolták, lenyomták a történelmet és az irodalmat és minden humán műveltsége. Igen, na de hát miért kell mindennek ilyen inga módon ingani ki jobbra-balra? Ez most gyalázat, ami most van, ezen változtatni kell, teljesen egyetértek. De én azért még visszatérnék, de valahol meg a szót, egy pillanat. Visszatérek arra, hogy a Teller-Oppenheimer vitáról azért konkrétabban is beszéljünk. Én csak azért mondom, mert én nekem itt jó idézeteim vannak. Emegni. Lőttek. Valaki már tudja, hogy itt komoly dolgokról van szó. Titkosszolgálat, igen. Na kérem szépen. Azt szeretném mondani, hogy tulajdonképpen az a kérdés, hogy tényleg Teller a barátjával szemben valami rosszat mondott ezen az összeütközésen? Ezen a kihallgatáson? Nem. Mondhatod te is, de én utána felolvasom, tessék, mondjad. Nem. Röviden mondta. Akkor én most mondom, hogy mindössze ennyit mondott, és ez a Máté szavaival mennyire összecseng, gyerekek, hogy szívesebben látnám országunk érdekeinek szolgálatát olyanok kezében, akiket jobban meg tudok érteni, és jobban meg tudok bízni bennük. Hát, hogyha itt van egy ilyen skizofrén palimá, bocsánat, Nem,
Tehát minimum mennyit lehetett róla mondani. De hát ennyit mondott, mert egyébként többször is kifejezte, hogy nem jelent biztonsági kockázatot Oppenheimer. Többször elmondja. Tehát azért nem értem, hogy gondolja ön, hogy veszélyeztetne nemzetbiztonságot Oppenheimer hozzáférése bizalmas adatokhoz? Teller válasza, nincs ilyen veszély. Hát mit bántják most már, bocsánat, ezek a eszement amerikaiakat, Teller? Nem volt szükség a Teller vallomására már előre. Hát a drága jó amerikaiak is azt csinálták, amit a Szovjetunióban, hogy előre meg volt. Ez már az ítéletbíró úr, elnézést. Az ítélet persze volt, igen. Egyszer el akarták távolítani, és aztán végül is azt a döntést hozta a bíróság, ki döntés, 4-1 arányban. Robert Oppenheimer az Egyesült Államok hűséges polgára, de további alkalmazása ugyanabban a beosztásban biztonsági kockázatot jelent. Tehát azért nem volt megvádolva. És mondom, ebben a Tellernek nem volt olyan típusú szerepe, hogy ő az ő döntésétől, ő mondatától függött volna, és mégis ezt varták aztán tulajdonképpen a nyakába. Most ma, ha akarsz még mondani, mondjad. Csak akarok. Igen? Valamit csak annyit hozzátenni, hogy én nekem azért becsípődött az agyamba az a dolog, hogy hát ahogy én látom a politikusokat és a politikát, nem igen tudok hinni az elhangzott szavakban, amit politikusoktól hallok. Ezért aztán én azt gondolom, tisztelet a kívül, ezért azt gondolom, hogy a Oppenheimernek a kiválasztása az nem véletlen volt. Az Oppenheimer volt az az ember, akit egy ilyen projektnek a vezetőjévé téve sakban tartható. Az életmódja miatt, a kommunistasága miatt, a kommunista párt támogatása miatt, a felesége, szeretője, stb. Ő volt az ideális ember. Okos volt, öntörvényű, tudta, hogy mit akar csinálni, és sakban tartható. Ez egy szerintem egy nagy igazság, mert az biztos, én nekem némi titkosszolgálati tapasztalatom, abból fakadóan van, drága barátaim, hogy mellette ültem másfél évig egy miniszternek, aki titkosszolgálati miniszter volt. És mindig viccelődtünk szép csöndesen a kormányülések alatt. Sok mindent vettem át tőle, de egy biztos, hogy ez a szempont, amit Edittől hallottunk most, Ballagi Edittől, ez létező szempont. Tehát, hogy azok az emberek jók a hatalom számára, akik valamilyen módon manipulál, foghatók, igen. Akarsz valamit még? Nem? Igen, jó. Én csak annyit akarok mondani, hogy a konklúzió, ami lejött, mindennek a magyarok az okai. Igen. Igen, ez biztos, hogy ez viszont a filmből se derült ki, holott még Csongrádi szála is van. Nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de a Szilárd Leót ugyancsak kicsi szerepet kapott benne, játszó magyar ember, az nem más, mint Halma Péter fia, aki egyébként helybéli képviselünk veje. Tehát úgyhogy, ugye milyen érdekes? Hogy ilyen kicsi a világ. Elképesztő, nem? Hogy még egy ilyen világfilmnek is van egy ilyen magyar szála, de hát másik dolog pedig, hogy hát elképesztően csodálatosak voltak azok a fizikusok, akik ebbe a projektbe részt vettek, magyar fizikusok. Ebbe és még utána is. Bélával nekünk van, már is hallgatlak, Bélával nekünk van egy listánk a magyar fizikus tudós doktor Gábor Dénesig, bezárólag Harsányi, matematikus, stb. Hát elképesztő még mindig ez a még meglévő magyar tudás, és nagy baj lesz a Máténak igaza van. Bocsánat, ott volt egy jelentkező, utána adom a szót neked. Lehet, most már lehet szerintem. Sőt, adom a mikrofont. Hallgattam ennek a politikai vonzatát is, meg egyébként az atomkutatással kapcsolatosan is, de hát ennek a beszélgetésnek egyébként van egy kis szépséghibája.
miután ennyien összejöttek itt, és ennyi fiatal van, hogy azért tudják meg a bizonyos valóságokat, mert itt azért nem hangzottak el azok, amiket el kellene, mire gondolsz, mondjad? El kellene hangzani. Hát tulajdonképpen itt az Oppenheimer és erről az amerikai filmről, hát ez természetesen, hogy az amerikaiak erről csinálnak egy filmet, de hogy odáig jutott az atomkutatás, tehát itt említetted a németeket, meg stb. Honnan indult ez el? Hát ez tulajdonképpen nem csak ettől a háromtól, a Tellertől, a Szilárd Leótól, és még a másik matematikus Neumanntól, hanem itt igazából Magyarországról indult el. Beszélj bele a mikrofonba, akkor hallunk jól. Magyarországról indult el. Hát itt tulajdonképpen van egy ilyen nevezetű tudós, illetve mérnök ember, aki a Tullstromnak volt a főmérnöke, illetve kutatómérnöke, aki tulajdonképpen a maghasadást csinálta legelőször, és hát én nem akarok itt most annyira kitérni ezekre a dolgokra. Ugye a Tungsgramba volt egy laboratórium, ahol ezt kikísérletezte. Nevet mondjál, ha már a fiatalokról beszélsz. Nem a fiatalokról beszélek, hanem erről a bizonyos kutatásról. És utána a Tungsgram laboratórium után a Műegyetemen, az Atomfizikai Kutatóintézetben is csináltak egy ilyen laboratóriumot. Na most ez a bajnak az atombombával való, illetve az atommal való kutatásaiból kerültek aztán ki, ugye Amerikába, mert tudnélik itt bajjal kapcsolatban volt. Az a neve, hogy baj. Baj Zoltán. Igen. Tehát a bajjal kapcsolatban voltak, igen, a Tellerék Amerikába, illetve nevezzük nevén a dolgokat, mert itt volt ebben már politikai dolog is, stb. Hát ugye említsük meg, hogy volt itt két ember, aki tulajdonképpen, mint kém a Tungsgramból a bajnak a kísérleteit, amit ő leírta az Amerikában élő Telleréknek, kiuttatta, és nevezzük nevén ezt a két embert, ugye, hát mind a kettő végül is említetted itt, hogy kommunista volt. Hát a hirtelen zárlatot kaptam. Az egyik volt a Ságvári Endre, akit aztán le is lőttek. Hát tulajdonképpen ez egy kém volt ebbe az atom kísérleteknek a kivitelébe. És most hirtelen nem jut, mert zárlatot kaptam. Volt ez a svéd diplomata, akit diplomatának emlegetünk. Igen, a Wallenberg, és ennek a halála gyakorlatilag még most is tisztázatlan, hogy igazából ő halt-e meg, vagy a Szovjetunióban halt meg, vagy stb. Egyelőre végül is ennyit szeretnék, aztán majd... Telefonba beszélj vele. Ennyit szerettem volna még azért hozzá, és a későbbiekben majd, hogyha még befejeződik, akkor még egy-két dolgot elmondok, hogyha megengeditek, mert azért ez lényeges dolog, hogy végül is ez az atombombával kapcsolatos, meg az atomkutatás, ez nem csak, mert említették itt a magyar tudósokat, hogy onnan indult el, de igazából nem ettől a háromtól indult el, meg nem a Fasori gimnáziumból indult el bizonyos mértékig onnan is, de aztán még ezen kívül vannak itt egy páron, majd megemlítem. Ez így van, kedves barátom, és köszönjük is a figyelemfelhívást. Én csak azt szeretném mondani, hogy egy ilyen egy órás, másfél órára tervezett beszélgetésbe nem lehet erre mind kitérni, amikor a múlt alkalommal tartottam bent egy előadást, abban felsoroltam rengeteg nevet, és azoknak magyarokat, most hadd ne idézzem föl, de mindegyiket szinte felsoroltam, már csak azért is, mert mindegyikük ilyen vagy olyan módon ugye a Holdra küldött adatoktól, és egy csomó minden mástól. Elképesztő széles köre volt a magyar tudósoknak, teljesen egyetértek vele. De hát ezeket belefoglalni egy beszélgetős esetben nem lehetett, csak két-három kérdésre tudtunk koncentrálni. De teljesen egyetértek veled. Abba teljesen egyetértek, már is adom a szót, hogy a fiatalságnak erről
sokkal, de sokkal többet kellene tudni. Parancsoljál, aki feltette a kezedet, nem látlak. Csak akkor nem lesz a fölvételbe benne. Köszönjük szépen a diákoknak, hogy itt voltak. Menekülnek. Gyertek máskor is. Hogy mit gondolnak az előadók, hogy miért mostanra időzítették ezt a filmet? Körülbelül a hiroshimai atomtámadás előtt egy hónappal jött ez ki. Nekem erről ilyen konkrét elgondolásom nincs, neked van-e, Máté? Hát nyilván azért, mert most azért ez az atomkérdés azért, én úgy gondolom, hogy azért mindenkit foglalkoztat a az ukrán konfliktus miatt. Könyv megelőzte a filmet. Japánban nem mutatták be ezt a filmet egyébként. Tehát még ugye a Pearl Harbort sem mutatták be Japánban, párhuzamosan az amerikaiakkal. Egy könyv megelőzte a filmet egyébként. Van. Jó van, most nekik beszélünk, igen. Tehát, hogy én még egy másik dologra szeretnék csak visszatérni. Igen, nem tudok szabadulni attól a szempontomtól, hogy a jó képzés, a jó alapok azok hova vezetnek. Oppenheimre maga is egyébként ugye kémiát tanult, és amellett minor tárgyakat végzett el, filozófiát, irodalmat, történelmet, más egyéb ilyen dolgokat hallgatott. Mindezek mögött ott van az, ami egyébként nálunk is Magyarországon, akár a középiskolás képzésben, a Fasori gimnáziumot említetted, ugye Rácz tanár úr, a legendás oktató, képviselte és testesítette meg azt az eszményt, amit a magyar neveléstudomány, ami végül végső soron Báró Ötvös Józsefhez kötődik, egyfajta reneszánsz embert tételezett fel. Egy olyan embert, aki a világ valamennyi dolgáról rendelkezik egy bizonyos mennyiségű ismerettel. A mai érettségiző diákoknak azért kell tudniuk a földrajzot, a kémiát, ha azt a tárgyat választják, és emellett kötelező matematikából, történelmből, magyarból, egy idegen nyelvből, meg még egy választott tárgyból érettségizniük, mert számot kell adniuk arról, hogy ők mindenhez értenek egy kicsit. Ez ma már lehet, hogy túlzott elvárás. Lehet, hogy olyan mennyiségű információt akarunk a mai diákoknak a torkán lenyomni, hogy ez egyszerűen megemészhetetlen. Irtózatos mennyiségű óraszámban próbáljuk meg ezeket a gyerekeket terhelni, miközben ők nagyon jól tudják azt, hogy de hát minden elérhető itt. Az adatokat minek tartsák a fejükben, és ez bizonyos értelemben akár még a káros dolgot is eredményezhet, azt, hogy nem akar, minek tanulnak meg egyáltalán bármit. Minek tanulják meg egyáltalán az Arany János Toldiának a mondjuk a bevezetőjét, az egészet, mint Botos Jóska bácsi. A magyar költészet legjavát minek tanulják meg, hiszen minden ott elérhető. Ami a probléma mögött az, és ezek a tudósok kivétel nélkül ilyen emberek voltak, ha a Heisenbergnek a Rész és az Egész című könyvét ajánlhatom bárkinek. Az azért nagyon jó, mert nem fizikáról szól, nem matematikáról szól, hanem filozófiáról szól, teológiai kérdésekről szól, sztorizós könyv, és az élet legnagyobb problémáira mutat rá. Ezek az emberek, ezek a kitűnő fizikusok, vagy kémikusok, matematikusok, ezek olyan kérdésekről voltak képesek eszmét cserélni, amihez filozófiai ismeretek szükségesek voltak. Ez tehát azt jelenti, hogy ezeknek az embereknek olyan képzésük volt, olyan végzettségük volt, hogy egyáltalán nem szakbarbárok voltak, hanem mindent ismerni akartak, mindent tudni akartak, és szintetizálni akartak belőle valamit, ami egyedi és megismételhetetlen volt. Ennek az eredménye lett az, hogy egy tellerede nem csak azt tudta kitalálni, hogy legyen hidrogénbomba, hanem hogy azt a hidrogénbombát azért kell felhasználni, hogy elrettentsük fel az oroszokat, mert ha nem rettetjünk el őket, akkor az egész geostratégiai, geopolitikai világrend fölborul, és hátrányos helyzetbe kerülünk, és inkább mi legyünk a kezdeményezők, mint mások. Tehát kell, hogy legyen több rétű tudás az emberek fejében, mint csak az, amire szakbarbárnak kinevelik őket. Stop, Máté, én nem engedek szót, Jóska. Először elmondom a történeteimet, ne felejtsd el a szavadat, jó? Azt szeretném elmondani, hogy három olyan kis történetem van.
pici szösszenet feljegyezve, ami ahhoz kapcsolódik, amit itt előbb hallottunk. Telerede egyszer elment egy barátjához, aki meg akarta őt hívni valamire, de a barátja nem volt otthon. A barátja nyitva hagyták, mert ott még olyan viszonyok voltak, nyitva hagyták, és be lehetett sétálni. Be lehetett sétálni, és le lehetett tenni egy zacskót az asztalra, például, mint én itteni barátainknál is. De jöttek hazafele azok, akik nem voltak otthon, mert valahol kimentek az erdő szélére. Jöttek hazafele, és hallanak egy gyönyörű zenét. És valami Bach művet játszott valaki csodálatosan a zongorán. Bementek, és Tellerede játszott a gyönyörre. Említetted Heisenberget. Heisenberg olyan szinten tudott zongorázni, hogy csináltak vele koncertet. Ő volt a zongorista egy helybeli amatőr, ám de jó színvonalú zenekarral. Művelt emberek voltak. A műveltségre még egy adalék. Oppenheimer is nagyon művelt ember volt, sok nyelven beszélt, de még szanszkrítül is tudott. Tehát elképesztő számomra. És a Bhagavad Gitát eredeti nyelven olvasta olyannyira, hogy amikor a kísérleti robbantás történt a Trinity bombának a felrobbantás. Igen. Akkor ezt mormolta, én lettem a halál, a világok pusztítója, ami a Bhagavad Gitából egy idézet. Hát ezek mind alátámasztják azt, amit a Máté mondott, hogy ezek az emberek nem voltak szakbarbárok. És az általam, ez az utolsó történetem, az általam említett Varga János mérnök tanár, amikor Telleredéhez végül is kapcsolatot talált. És van egy ilyen Ask Teller című, kérdezhet Teller című honlap, ahol kérdéseket lehet feltenni, hát Amerikában is ugye haladnak a korral, haladtak már a korral, és ő tett fel neki kérdéseket Tellernek, és akkor megkérdezte, és válaszolt is neki, miután rájött, hogy magyar és fizikus, fizikatanár. És egyszer visszakérdezett a Teller, hogy milyen, hol született, mondja, egy olyan pici faluban születtem, hogy az egész biztos, hogy nem ismeri, és Mátékám, nem tudom, meg tudod-e találni esetleg, nem tudod, nincs már időre. Júj, beleállt a görcs a kezembe, gyerekek, mit csináljak, masszírozd meg, igen, köszönöm szépen, pedig nem is írok most. Jobban masszírozd, ne sajnáld, nem apád. Az a helyzet, hogy... Hadivers. Hogy, jaj, nagyon fáj. Mitől? Igen, ígyok, iszom, mert nyilván ennek van valami oka. Na, a lényeg az, hogy Dankó című verset kéne kikeresni, hogyha meg tudod találni a telefonomon, nem tudom, hogy meg tudod-e. Abban a versben van egy versor idézet, mindjárt igen adom, versor idézet, amely idézetet írja vissza, az ér melletti fekete föld volt az én szülőföldem ott. Nagy Déta. Tessék? Nagy Déta környékén. Nagy Déta környékén, igen. És képzeljétek el, visszaírta Teller, maga is szereti Adi embert. Igen. Ez egy eldugott verse, mert én például nem ismertem, pedig nagyon sok verset olvastam Adit. Tehát azért mondom, hogy nagyon érdekes. Kati, egy kérdés és megállapítás. Az Enoli Gay és a Little Boy, ez véletlenszerű volt, vagy tudatos? Melyik? Enoli Gay és a Little Boy. Légy szíves, masszírozd a kezemet, mert beváltam. Véletlenszerű volt az elnevezés, vagy tudatos volt? Tehát a két atombombának a nevéről beszélek. Nem nagyon. A másik meg Helmut Schmidt is jó zongorázott, de nem ezt akartam mondani, hanem azt akartam mondani, hogy lehet, hogy ezek székelyek voltak. Az öregről beszélték, akkor megkérdezték, hogy bátyám maga mindent tud? És azt mondta, hogy mindent is. Tudsz valamit a bomba elnevezésekről? Én nem tudok rá választani. Hát nem, egyszerűen adtak neki nevet. Katonák. Igen. Enola Gay az egyik pilótának igen. Volt az anyukájának a neve egyébként. Igen, ez elég morbid és... De nincs jelentősége egyébként. De nem tudom, de valamit, bocsáss meg, eszembe jutott valami, ami nagyon érdekes lehet az embereknek, de hallgatlak utána. Igen. Csak azt akarom mondani, ne haragudjatok, Máté, még a kezemet, nem tudom, beleállt a görcs, a gyerekek, már öregkor, már minden. A láb, ott nem a lábamat, hanem a kézfejemet. A fejem még működik, de a kezem már nem, meg a testem.
Azt akarom mondani, kedves barátaim, mit akartam mondani? Bomba elnevezés, igen, de mit? Jó, akkor majd folytatjuk. Akkor tessék, aki még akar valamit. Tessék. Nem, te akarsz Béla papa mondani? Én neki. Jóska akart volna. Jó. Tudnék neked azért még csak valamit mondani, mert akartam, de közben azért másról esett. Apropó, az csak az, hogy a maghasadás, az bizonyos tekintetben spontán is bekövetkezik. Nem kell, nem szükséges mesterségesen előállítani. Tehát azért mondom, hogy a természetben ez működik. Mint ahogy az ember nem felfedez és nem talál. Végül is ebből a, hogy az természetben... Igen, igen. Majd megbeszéljük négyszer. Rendben. Katalin itt említette, hát Rooseveltet meg Churchillt. Igazából hagy olvassak, mert azért ez valahogy hozzátartozik ezekhez a helyzetekhez. Hagy olvassak föl 1946-ból Churchillnek a Fultoni beszédjéből. A németek olyan gazdaságot építettek ki, amelyben a bankárvilág semmi hasztot nem képes húzni, ezért kell megsemmisíteni Németországot és Magyarországot. Eltaposni, mint a disznót, ezt idézett. Kamatos kamatra építeni a hatalmat. Ennyi az idézetből. Köszönöm. Köszönjük. Tessék, parancsol. Egy kis történelmi visszatekintés. Valamikor a 18. század végén, a 18. században felfedezték az angolok, hogy kevés a fájuk, nincs mit tenni, nem tudnak vasat, acélt előállítani. Mivel kell csinálni? Felfedezték, hogy szenet alkalmaznak, a kőszén alkalmazásával. Elindult Angliának ugye az ipari nagyhatalommá válása. És néhány évtized alatt megváltozott a világ. Gőzgépek, gőzhajók, vasút, közlekedésbe, ami addig elképzelhetetlen volt, a mozdonyok, a vasúti szállítás hihetetlen változást hozott. Aztán jött ugye a 19. század végén, 20. század elején jött az kőolaj származékok. Jött a benzin, megint csak rövid, nagyon rövid idő alatt ez az új energiaforrás hatalmas változást hozott az emberek életébe. Az, amit korábban elképzelhetetlen volt, a repülés például, és az automobilizmus, ami most teljesen természetesnek veszünk, és ez néhány évtized alatt közkincsé vált ez az energia. Felfedezték a 20. század elején, ugye, a Madame Curie, ugye a rádióaktivitást, elindult ugye ez a kutatás, eljutottuk az atombombáig, de az emberek hétköznapi életét igazából nem változtatta meg. Most az a kérdés, olyan energia, amely alkalmas atomtengeralattjárók meghatálja, az a tengeralattjároknak a hajtására alkalmas ugye villamos energiát előállítani, de meg kell mondani, hogy ugye itt ez a Magyarország. Magyarországnak van egy paksa, de mégis a villamos energiából, szóval ha csak paks lenne, nagyon-nagyon takarékoskodnunk kellene az árammal. És szóval ez a hatalmas energia, ami az emberek kezébe került, nem tudjuk felhasználni. Nincs meg hozzá vagy a tudásunk, vagy pedig hát a tudással kapcsolatban az, hogy nincs hozzá a technikánk, a technológiánk. Valakivel beszélgettem erről, azt mondta, hogy örüljünk neki, hogy nem háztartási méretű atomenergiás készülékeket nem gyártanak, vagy nem használnak, mert ez olyan veszélyes,
hogyha egy háztartásban mondjuk megtörténik egy ilyen, megtörténne a robbanás, akkor az tudom, egy lakónegyedet képes lenne elpusztítani. Tehát egy nagyon veszélyes energia birtokába jutottunk, és kérdés az, hogy tudunk-e majd vele élni. Ennek az energiának a mellékterméke, amit mondjuk azt lehet mondani, hogy na, amit használhatunk, ami az egészségügyben van. Ugye ott használjuk a energiát, ezt a sugárzást, de igazából az élet, hogyha most azt mondanak, hogy megszüntetjük az atomenergia használatát, az élet ugyanúgy menne tovább. Ha azt mondanak, hogy na most akkor nincs több benzin, hát akkor mi lenne? Szóval ennyit akartam hozzáfűzni, hogy azért nem csak az atombombáról van szó, mert az csak egy katonai célú fejlesztés volt, de a mindennapi életünkben még messze nincs ott az atomenergia, ahol a benzin, a kő, de akár a kőszén is volt. Erről nekem az jut eszembe, amikor a Szovjetunióban 2050-ben Iván fölkel reggel Másenka mellől. Másenka mondja neki, hogy te figyelj, főzni egy kávét? Persze. Dugd már össze a protont a neutronnal. Kimegy valami hatalmas nagy csörgés, turranás, puffanás, káromkodás. Mi van, mi történt? Á, megint elestem a kecske láncában. Ugye, az élenjáró szovjet technológiával kapcsolatosan még az én gyerekkoromban is olyan sok vicc volt, hogy hát az borzasztó ezek. Ugye miért nem tör ki az orosz mikroelektronika világpiacra? Hát mert nem fér ki az ajtón. Tehát és ehhez hasonló sokasága mutatta azt, hogy igaz ugyan, hogy az oroszoknak, egyébként ugye erről sokszor szó esett, az oroszoknak nagyon sok sikerük volt, de hát azért rengeteg mindenben elmaradtak a világméretű versengésben. Bocsánat, Máté, Einstein. Azt szeretném ehhez hozzáfűzni, gyerekek, kedves barátaim, akik itt maradtatok még. Az én szakmám természetesen a közgazdaságtan, és ez a pénzzel való bánást tudománya, amiről itt beszéltünk, akár a német atomprojektnél, a Heisenbergnél, amire utaltunk, ott is az volt, hogy a Heisenbergék úgy próbálták beállítani, hogy az atombomba persze előbb-utóbb megvalósítható, de nagyon sok időbe telik, még sok pénzbe. És a Hitler meg nagyon gyorsan akar győzni, tehát átirányította azért a pénzek zömét más fegyvernemekre. Akkor most eszembe jutott az is, amit előzőben el akartam mondani, hogy megint csak pénzzel ez egy kicsit összefüggésben lévő kérdés, hogy tulajdonképpen a Teller-Oppenheimer vita lényege, barátaim, az a amerikai katonai egységek közötti versengés volt. A légierő és az army között. A sima hadsereg között. És én ezt, ha az ember ezt olvassa valahol, mert olvastam most, gondoltam, hogy hát milyen érdekes, hogy már másút is olvastam ezt. Galbraith, egy híres közgazdász, nagyon híres közgazdász, és kicsit baloldali, a Szovjetunióval is kommunikált, hogy azért ezek a nagy egységekben való gondolkodás nem hülyeség, tehát ugye nagy vállalati egységekben, tervezni azért kell, stb. Na Galbraith is azt mondta, hogy a másik világháború után neki azt a feladatot adták, hogy derítse fel, hogy milyen módszerekkel, mennyire voltak hatékonyak az amerikai bombázások. És mivel azt hoztak, hogy nem voltak igazán hatékonyak, az árminak a partra lépése döntött el, mert amit bombáztak, az igaz, hogy Dresdát porig bombázták, ugye? De nem ettől dőlt meg a németeknek a hadereje, mert leköltöztek a föld alá, és továbbra is folytatott, bizonyítani lehetett, hogy a bombázások ellenére, a nagy pusztítások ellenére, mint Ukrajnában, most bocsánat,
a föld alatti laboratórium, a föld alatti műhelyek működtek, és ontották a német termékeket, elképesztő, bizonyította Gelbrist. És a légierő olyan dühös volt Gelbrist, hogy majdnem megölte. Értitek? Mert az bizonyította be, hogy a további pénz szerzési kívánságaiknak nem tesz eleget. Erről egyetlen egy mondattal szeretném a mai viszonyokra reflektálva mondani, hogy most se szól másról ez a háborúsdi, engem vértforralóan bosszant, hogy emberekkel játszanak, ahogy Vörös Marti mondja, emberfejekkel labdáznak az égre, hogy verje meg az Isten azokat, akik ezt a háborút csinálják. De miért megy az egész? Azért, hogy legyen mit majd újra felépíteni, kimenjenek a régi készletek a katonai raktárakból, újakat lehessen csinálni, azok új megrendelést jelentsenek, azokat meg kell manipulálni a tömegnek a gondolkodását, hogy az támogassa, nehogy már valahol valami képviselői csoport az emberek vélemény alapján ellene szavazzon, értitek? Meg kell manipulálni az embereket, hogy így jó dologról van szó, igazságos ügyről, Arika zászlója magasan lobog, és mi vagyunk a világ élvonalába, és minden mögött az van, hogy háborús gyártók profit érdekeltsége működik. De ez így volt, amióta a világ, és amióta csak visszatudok emlékezni gazdaságtörténeti ismereteimbe. Na, bocsánat, ennyi volt. Aki még akar valamit, szóljon, és aztán átadnám a szót vezetőnknek, Péternek. Házigazdánk. Akarsz még valamit mondani? Ha még akarsz... Én még annyit elmondanék. Itt több hozzászólásban is volt erre utalás, hogy ebből az egész történetben Magyarországnak milyen jelentősége vagy szerepe van. Hát nem kisebb ember, mint maga Henry Kissinger fogalmazott úgy, hogy igazából a világ azon múlik, hogy ki uralkodik Közép-Európa fölött. Mert az első világháború, a második világháború, és szemmel láthatólag a harmadik világháború, vagy reméljük mégse lesz az belőle, és azon robban ki, hogy itt a Balkánon, vagy Közép-Kelet-Európában ki uralkodik ezeken a területeken, amelyek mezőgazdasági szempontból elsőrendű fontosságúak, itt gondolok a lengyel mezőgazdaságra, a magyar mezőgazdaságra a második világháború előtt és alatt, az ukrán mezőgazdaságra a jelenlegi háborúban, illetve az ezt megelőző évtizedekben. Tehát ezeknek a területeknek a bekapcsolása egy gazdasági rendszerbe kulcsfontosságú. Az oroszoknak kulcsfontosságú volt ez az egész terület akár az orosz birodalom időszakában, akár a szovjet korszakban, független attól, hogy hány millió ukrán halt éhen bele, de ez a terület, ez muszáj volt, hogy megmaradjon a kezükön, különben nem tudják fenntartani a terrort, nem tudják a katonákat ellátni élelemmel, és akkor megdöglött a rendszerük. Tehát nekik szükségük volt erre a térségre. A németeknek pedig szintén szükségük volt Közép-Európára ahhoz, hogy ennek a nyersanyagát, ezeknek az itt található munkaerőnek és piacoknak a felhasználásával egy olyan munkamegosztást tudjanak létrehozni, amely a második világháború előtt hihetetlen gyorsasággal kiépül. Németországban drasztikusan csökken 1933 és 45 között a mezőgazdaságban foglalkoztatottaknak a száma. Ezeket az embereket részben katonának viszik el, mert ugye honnan lehet ezeket pótolni? Hát elviszik a német parasztot, majd az a német Michel, ugye a magyar Miska helyett, így lesz bevethető katona a Hugo Boss egyenruhájában, és helyettük a mezőgazdaságban majd dolgoznak a magyar parasztok, meg a lengyel parasztok, meg a román parasztok, és ezeknek a felvevő piaca majd ott lesz Németországban. Németország pedig minden fönnmaradó tőkéjét majd nem a mezőgazdasági támogatásokra fogja fordítani, hanem ipari kutatásokra és termelésre fogja tudni fordítani. Egy ilyen koncepció olyan mértékben jelentett veszélyt, nem csak a második világháborúban, de már az első világháború előestéjén is a brit, francia és amerikai érdekszférákra, vagy az orosz birodalom számára is, hogy ezt egyszerűen nem tudták
szó nélkül hagyni, és szinte ők is keresték a lehetőségét, hogy mikor tudnak ebből valami világméretű konfliktust létrehozni, amivel Németországot majd jól helyre teszik. Ez, amire édesanyám is utalt, a Morgenthau terv valójában olyan apró területekre akarta újra felosztani Németországot, mint amilyen a, hát nem ugyanolyan, de mint amilyen a Westfáliai békében 1600 hányban volt? Te vagy a történés, na mindegy, akkor. Tehát a 17. században létrehozták, és innentől kezdve ennek az egésznek az lett volna a célja, hogy Németország soha többet ne tudjon fenyegetést jelenteni vetétársként a többi nagyhatalom számára. Most meg megoldották azzal, hogy elvágták Most ez energiafüggőségét kialakította, de most elvágták tőle. Ez a célja, bocsánat, ordítok bele, elnézést. Ez a célja az orosz-ukrán háborúnak, a németeket leszakítani az oroszokról minden erővel, mert ha ez a kettő véletlenül valahogy békésen összejönne, az az Egyesült Államoknak nem lenne jó, és talán még más erőknek sem. De mindesetre ez döbbenetes, nem? Döbbenetes, hogy ezek a gazdasági szféra érdekek mennyire mögötte vannak. Bocsánat, hogy közbeordítottam. Szegények, igen. Ez a manipuláció magas iskolája. Mondhatod. Én azt hiszem, hogy most már akarsz még valamit mondani, és utána vége. Igen. Milái legyen az utolsó. Most nézem, az USA számára 1945-tel bezárólag ez a Manhattan Project összesen 1 889 millió amerikai dollárt, akkori dollárt jelentett kiadásba. Tehát igaza volt a Monte Cuccolinak, hogy a háborúhoz mi kell, pénz és pénz és pénz. Ennyit erről. Ez nekem nagyon jó végszó, mint pénzügyesnek. De annyit még hozzáteszek, hogy ez a háborús készülődés és a háborúba való ténykedés, de különösképpen ugye az atomkorszaknak a megnyitását innentől kezdve számoljuk igazán. Ez nem csak a atombombát szülte, hanem szülte a reaktorokat, a biztonságos, tehát nem veszélyes atomreaktorokat, aztán szülte a félvezetőket, szülte a digitális berendezéseket, és így tovább mondhatnám, és ezek a tudósok, de említhetném Ferminek is a nevét, de említem Szilárd Leónak és Neumann Jánosnak a nevét, akit nem szoktunk sűrűn emlegetni, de Neumann János ennek a kornak az egyik legnagyobb gondolkodója, tudósa és matematikusa volt. Vagy Kármán Tódor. Tehát nem, igen. Kármán Tódor is. Kármán Tódor, ő áramlás technikával foglalkozott. Ő rakéta technikával is negyen. Na, ennyit erről. Tehát hozott ez azért valamit, és most megint az az érzésem, hogy korszakváltás kezdődik. Még sem tiéd lesz az utolsó szó. Amelynek egyik része a mesterséges intelligencia és a digitális világ. Igen, ebben igaza van, Milának is. Meg is szakítanám. De nem tudom. Na azt akarom mondani, hogy roppant érdekes, mert Béla mondott, akkor jutott eszembe, hogy ezt elfejtettem említeni, de mindegy is. Szilárd Leó is, Neumann János is élete vége felé a biológiával kezdett el foglalkozni. És éppen most olvastam egy olyan tanulmányt, ami azt mondta, hogy vannak ezek a hosszú távú ciklusok, a Kondratyev ciklusok, tudjátok, hallottatok talán erről? Vannak olyanok, hogy ugye üzleti ciklusok, rövid lejáratú, 4 éves politikai ciklusok, lakásfelújítási ciklusok, 11-13 évesek, nagy technológiai váltások ciklusa, ez a Kondratyev ciklus, amikor új felfedezések, ez Béla szavai ébresztették fel bennem ezt a gondolatot, hogy ez a Kondratyev ciklusok mindig valami nagy új felfedezéshez kötődnek, és akkor az lesz annak az időszaknak a jellemzője, a gőz, a vegyipar, az elektromosság, az autóipar, és aztán jön ez a mikroelektronika világa,
ez most a mesterséges intelligencia felé fordult, de az én emberem azt mondja, hogy a biológiai alkalmazások százada fog következni. Hát és itt látjuk a biológiának a előretörését már politikában és ez az egész gender históriában. Tehát az emberi genomba való beavatkozások egyáltalán. Szóval nagyon izgalmas kérdés, hogy az előttünk álló ciklusban a fizikusaink, akik az Isten művét megismerték a teremtésbe, most az emberek vonatkozásában még hova mennek tovább. Köszönöm szépen én a magam részéről a figyelmet. Még mindig akarsz valamit? Veszfelé béke 1648. Na. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük mindenkinek! Nagyon köszönjük. Szépen köszönjük mi is mindenkinek, hogy végigvárta, reméljük, hogy tetszett, és köszönjük szépen Katinének, Bélának, Máténak, hogy csak így gyorsan elsoroljam, és hát mondanánk, hogy ne legyen ilyen aktuális sok dolog, de hát valahol, ha meg már aktuális, akkor beszéljünk róla, és hát reméljük, fogunk még beszélni. Hasonló dolgokról. Köszönjük szépen mindenkinek! Viszontlátásra! Ez neked szólt.